A földvásárlás pályázat az előző pályázati kiírásokhoz hasonlóan. A Prosperitáti Alapítvány második pályázati kiírása keretében meghirdetett pályázatok a vállalkozó kedvű fiatalok számára is kiváló lehetőségeket kínálnak. A vállalkozás indításában látok perspektívát, amit láttunk, amit többen is beszéltünk, így fiatalok, hogy akár hasznos is lehet, mert könnyen megpályázható, és elég elérhető feltételekkel vannak, amiket könnyen meg lehet szerezni, papírizációt, stb. Mindent is. Csak egy jó ötlet hiányzik, amit aztán el tudunk indítani. A startup pályázat célja az álláskeresők és a kezdő vállalkozók képzése, valamint a vállalkozásaik beindításának megkönnyítése. A startup az fiatal vállalkozókat érint, akiknek van egy jó ötletük, azok készítsenek róla egy tervet, nyújtsák be az alapítványhoz, az alapítvány munkatársai elbírálják, és az életképes ötleteket tovább viszik, és egy képzésen kell majd, hogy részt vegyenek ezek a pályázók. A támogatás mértéke a startup pályázat esetén legfeljebb 800 ezer dinár lehet. A második kiírás során meghirdetett pályázatokra az érdeklődők május 4-e és június 3-a között adhatják át a szükséges dokumentációt. Át fogják adni és át fogják beszélni. A lakossági fórumon a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselői az elmúlt évek során elért eredményeikről és a további terveikről is beszámoltak. Hangsúlyozták, azt remélik, a választók április 24-én újra bizalmat szavaznak nekik. Bízom benne, hogy az elkövetkező választásokon a vajdasági magyarság lesz olyan érett, hogy tudja, hogy a mai körülmények között melyik az a párt, ami biztos pontot, támogatást tud neki biztosítani, és ezt a pártot fogja előnyben részesíteni, erre, hogy fogják leadni a legtöbb szavazatot. Az összejövetelen bemutatkoztak a VMS bogarasi jelöltjei is. Raffai István, aki a köztársasági, és Csikós István, aki a tartományi választási listán szerepel, valamint Ágó György és Pósós Teodóra is, akik a helyi önkormányzati választásokon számítanak majd a polgárok bizalmára.